nagy széles körbe tudunk tájékoztatást adni arról, hogy a érkező közönség vendégek, külföldi turisták, vagy akár maga az akreditált személyek milyen biztonságintézkedéseken keresztül érhetik el a rendezvény helyszíneinket, illetve a verseny helyszíneinket. Nagyon fontos, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a helyszínek tekintetében szeretnénk kérni a jegyre rendelkező kedves vendégeket, hogy időben érkezzenek a területre, legalább egy órával a program kezdése előtt, illetve az általuk megtekintendő program előtt. Vélhetően alakulhatnak a sorok a bejáratoknál, ezt természetesen próbáljuk a lehető leggyorsabban, legrugalmasabban megfelelő kapacitással kezelni. Nagyon fontos, hogy az ellenőrzés szigorú lesz. A minden területen szeretnénk a maximális biztonsági szituációt kialakítani, de nagyon fontos, hogy szeretnénk ezt a lehető legkényelmesebbé tenni, és a lehető legkevesebbet érezni belőle a jegyen rendelkező közönségnek, illetve az akreditált személyeknek. Mi az, amit tilos behozni? Nagy részben nem szeretnénk eltérni a Magyarországon eddig bevett biztonsági előírások, illetve a sporthelyszínekre, illetve a sportrendezvényekre vonatkozó általános előírásoktól. Tehát gyakorlatilag összefoglalva, ami nem szükséges egy sportrendezvény látogatására, azt nem szeretnénk, hogy a közönség behozná. Ebből két kategória van, nyilván az egyik, amit a törvények, jogszabályunk előírnak, hogy teljes mértékben közszerületen viselhetetlen, illetve nem lehet az adott vendégnél, illetve vannak azok, amik egyedül a sportpályára vonatkozóan nem lehetséges behozni őket, ilyen lehet akár egy külíteres vakon, ilyen lehet az esernyő, vagy akár egy nagyobb zászlóbú, vagy minden olyan transzparens, ami nem feltétlenül jönnek egy adott sportrendezvénynek a milliójéhez, illetve az ahhoz tartozó rendezvényterületekhez. Ezekben az esetekben mindig fogunk biztosítani egy értékmegőrzőt, illetve értékmegőrzési lehetőséget, ahol a kedves vendégek eltehetik, letehetik, megőrzésre átadhatják az adott rendezvény végéig ezeket a bizonyos tárgyakat. Ezzel kapcsolatban pontos tájékoztatás kerül ki a honlapra, illetve a jegyen, illetve a kapuknál is szeretnénk mindenki tájékoztatni arról, hogy mi az a tárgy, mi az az eszköz, ami magára a területre nem vihető be. Pontos, hogy a marketek ezeknek az említett szurkolózónáknak a beléptetésére nyilvánvalóan egy kicsit családiasabb légkört szeretnénk akár azon is teremteni, hogy akár egy filiteres napon még bejutasson, ám magára a sportpálya helyszínekre már a filiteres napon sem kerülhetnek be, nyilván a többi előbb említett eszközzel egyetemben, de nagyon fontos, hogy marketek területén, illetve mind a sportrendezvények helyszínén megfelelő számú büfét fogunk biztosítani, hogy ilyen szempontból is a rendezvényen, illetve a sporthelyszínen eltöltött időszak is a lehető legkellemesebb legyen. Ugye 14-től folyamatosan érvényre vannak ezek az intézkedéseink egészen az Elite TV végéig, de lényegében Masters versenyek alatt is üzemeltetni fogjuk a biztonsági ellenőrző pontjainkat, illetve a folyamatos biztonsági ellenőrzést. Nagyjából ezek voltak azok a pontok, amit szerettünk volna a biztonság szempontjából kiemelni. Természetesen a részletes pontos tájékoztatást azt minden honlapon, mint pedig egyéb formokon, továbbiakban, házi nem formájában, illetve MyRendsWide formájában kommunikálni fogjuk. Köszönjük szépen!